Sziasztok, remélem jól vagytok. Ma ez lesz a harmadik ilyen nyelvtörő lecke. Remélem, hogy majd tetszik, és hogy majd ki tudjátok mondani a dolgokat normálisan, vagyis könnyen, vagy hát akárhogy. Könnyen lehet, hogy nem, de mindegy. Legalább tanultok új szavakat. Szóval ma a vadász emberekről lesz szó. Les chasseurs, a vadászok. Chasseur. Chasseur, az a vadász. Savoir, franciául, az a tudni ige, savoir. És amikor azt mondjuk, hogy les chasseurs sachant, sachant, ez ebből a savoir igéből jön ez a sachant. Most nem fogok ebbe belemenni, de szóval ez a savoir, szóval tudni. Szóval a vadász ember, aki tud, sachant, chassé, szóval vadászni, chassé, vadászni, sans son chien, a kutyája nélkül, szóval sans, az a nélkül, és son chien, az az ő kutyája, szóval les chasseurs sachant chasser sans son chien, le chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Est un bon chasseur, hogy ő egy jó vadászember. Szóval, est un bon chasseur. Szóval, le chasseur, szóval a vadászember. Sachant, aki tud, chasser, vadászni. Sans son chien, a kutyája nélkül, est un bon chasseur. Az egy jó vadászember. Le chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Le chasseur sachant chasser sans son chien est un bon Le chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Mindjárt mutatom, hogy kell írni. Szóval ez un chasseur, és nem le, vagy le, de mindegy, ugyanaz. Un az egy. Chasseur, az a vadászember. Sachant, aki tud, chasser, vadászni, sans, az nélkül, son chien, szóval az ő kutyája nélkül, est un bon chasseur, az egy jó, szóval az egy jó vadász. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Remélem, hogy ez könnyű lesz nektek. Máshogy nem is tudok mondani. És hát legközelebb is, már beszélni se tudok megint, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!